Mai videóban megidézzük számodra a strand élményt. 5 olyan ételt fogunk eléd rakni, ami strandokon, tópartokon népszerű, tipikus strandkaja, jó? Imádom őket. Kis kenyeret is pakolj majd. Hát az első gondolatom erről? Hát az, hogy fölösleges megenni, mert ugye... Hát mert hogy nincs nagyon olyan része, ami benned maradna. Én nagyon szeretem a főtt kukoricát, de annyira, hogy mikor kukorica szezon van, akkor mi otthon is szoktunk főzni, csak úgy. Biztos, hogy valamennyi benned marad, mert a disznókat is kukoricával hízlalják. Ez true. Bele fog ragadni a fogamba, és az egész videóban úgy fogok kinézni, hogy főtt kukorica van a fogam között. Egy harapás után minden egyes fogad között marad benne, tuti egy ilyen kis csuhely. Ezt nagyon szeretem, de vagy nagyon csöves, vagy nagyon finom a strandom. Köztes állapot nincs. Ilyen közepes kukorica, vagy nagyon finom, vagy nagyon rossz. Azért mindig elgondolkozok, hogy akarok-e, vagy nem. Aztán, igen. Ez olyan igazi kukorica. A hideg kirázó. Enyhén dohos íze van. Az a jó, amelyik a vízbe áll. Az a finom, amelyiket már kivették, az nem. Megidéztétek abszolút nekem ide ezt a régi nyári táboros korszakot, akkor volt ez ilyen. Azt a mindenségét. Szeretem, hogyha a tejföl még folyik és nem állt össze annyira, ugye, darabkákká. A fokhagymás sajtos tejfölöst szeretem a legjobban. A legrosszabb érzés, mikor elmész csapattal strandolni, és ennél egy ilyen jó fokhagymás lángost, és nem eheted meg, mert utána egész nap bűzleni fogsz, azért így kérsz rá fokhagymát? Nem, de lelked mélyén így telerakatnád fokhagymával. Tudod, hogy szokták enni a izén? Így, szevasztok. Így kell, kettébe kell így hajtani. Most becsukom a szemem. Ott fekszek a parton, hogy ülök. Vágom, dagadjak. Egyébként bűntudatod van. Minden harapás bűntudat. Igen? Plusz párnát érzel a hasadon tőle. Ebéd utáni kis snack az mindig a kukorica, meg a palacsinta, meg a jégkrém, de ez a rendes ebéd a strandon. És amúgy nem tartod nehéz ételnek a strandon? Nem szoktál tőle a melegbe rosszul lenni? Dehogy nem. De az ilyen vele járó. Egy egészet azt nem tudok megenni szerintem. Tehát ezt nem is szoktam ebből mondjuk így a felét. Megeszek egy egészet, és csak egy felet kéne igazából megennem, és utána full kajakúmába vagyok. De én nagyon szeretek enni. Az a zsír, hogy nem egyes gyakorlatilag, mert érzed, hogy beépül a zsír egyből. És a köldöködnél való kis kráter az megszűnik. Jó fish and chips kovászos ubival. Az is a kedvenc kajám. Igen? Nagyon jó az, amit. Nem vagyok egy nagy halas ember, igazából tonhalat, lazacot szoktam alapból maximum. Az van, hogy régen én ettem halat, ponty, nem tudom mi volt akkor, de ilyen nagyon ilyen íze volt, iszapíze volt, és én ott így onnantól feladtam ezt a halas témát. A másik meg, hogy ugye a szálka, amit egy strandon roppant igényesen lehet a szájból kiszedni, hogyha esetleg beakad valahova. A tengeri herkentyűket szeretem, a lazacot szeretem, a tonhalat szeretem, de azon kívül nem nagyon eszem halat, kivéve, hogyha halászréről van szó, és a hekket pedig általában a prézlie miatt eszem. Jaj, na egyet nem bírok, amikor nagyon zsíros a panír. Attól még szól tudok lenni, olyan volt már, hogy az beleállt a nyomromba. Most lehet, hogy a szerinted miatt újra halat fogok enni. A szerinted megtanított arra. Ne ítélj első látásra. Ja, meg ez egy fontos. Az ubi hozzá. Visszahozza a pH értékét kicsit a gyomrodnak. A kovászos uborka az ilyen nagyon kötelező mellé, és nagyon szeretem amúgy a kovászos uborkát, de krumplit nem, hanem kenyeret szoktam még mellé enni. Hekket nagyon szeretem. Nekem egy bajom van a heknek a forgalmazásával, hogy nem egyértelmű soha az ára. Tehát mindig ott van, hogy mit tudom én, 10 deka ennyi, de ó, hát ne haragudj, csak 40 dekás volt. Annyit azért nem ér, amennyire drága. Retro burger, az mi? Tele van csalamádéval, az szokott lenni. Van olyan opció, hogy nem kóstolom meg? A csalamádé az ellenségem. Az van, hogy én paradicsomot nem szoktam enni,
de szeretem, hogy retro. Nem is a csalamádéval van bajom, hanem ez a buci általában annyira szar. Vagy a teteje, vagy az alja elázik. Van ez az undorítóan tömítő buci, és akkor van benne ez a fagyasztottból megsütött húspogácsa, és akkor van még benne három szelet uborka, meg egy karika hagyma, meg egy kis jégsaláta. Tehát amikor még csalamád is nincs benne, sőt utána, amikor nincs benne semmi szósz, és ebbe valami nagyon pici van, de fú. Most látod? Ahogy nyomom, mint a vizes kenyér. Régen a malacok szoktak olyat kapni mamámnál. Na, ez ugyanaz. Ez a buci, ez ilyen egész hamburger bucinak néz ki, de ott hát ez gyakorlatilag a félbevágták a vekni kenyeret, aztán belement a csalamádé, meg belesütöttünk valami kis körömpörköltből összegyúrt húspogácsát. Lángost azt gondolom, hogy maximum egy, tudom én, koszos serpenyőbe sütik ki, de egy ilyenben a hús, leginkább a hús az, amire azt mondom, hogy necces, tehát hogy miből van, honnan van, mikor járt le, nem tudom. Nem szoktam én ezen gondolkodni, hát most szerintem ugyanúgy ők is megveszik a Spárban, mint én. Üzét, fagyasztott hamburgerhúst, aztán az van benne. Biztos nem ott ezért vágják le a disznót így kora reggel. Hát ettem már jobb hamburger, de ehető igazából. Ez jó. Ez nem, szerintem ez nem az a tipikus szak. Fú, imádom a palacsintát. Nagyon éltem ezt a nutellás, meg édes, és most olyan szinten nem tudsz felcsigázni a édességgel, tehát hogy így ránézek, és valaki, de jó, ettem egy lángos, még egy 8 palacsintát, még küldjünk még rá, aztán utána legyünk rosszul a Balatonba. A strandos palacsinta mindig vastag. Uh-huh. Amit én otthon sütök, az mindig ilyen vékony, tudod, ilyen nagyon vékonyra ki, ez ilyen vizesebb. Ezek meg ilyen vastagabbak. Nincsenek semmi bejön. Na, ilyet mondjuk én nem szoktam enni a strandon. Komolyan? Hát rohadt drága. Elképesztően drága. Szerintem ez nem Nutella lesz, amúgy. Én arra tippálnék, hogyha kéne. Nem eredeti Nutella, de finom. Muszáj enni egy kicsit. Egy harit muszáj. Elég, hogy csak az egyik. Akkor lekvárosba eszem, mert az gyümölcs tartalmú. És jót tesz a testbőrömnek. Kiskoromban nem szerettem a lekvárosat, de most már oké vagyok vele, de csak akkor, hogyha nincs benne túl sok lekvár. Bökérnék, de vagy hármat. Ez kegyetlen. Nem tudok választani. Várjál. Hát a lángost, az a kedvencem. De szorosan mellette van a hek is. Lángost. Egyértelműen. Főtt kukorica. Lángost eszem a leggyakrabban, meg talán a palacsintát, meg kukoricát is. Tehát így igazából lángos az, amit a legtöbbször, és utána még hogyha valami kis egyszerűbbet, akkor palacsinta, meg kukorica. Hát szerintem a palacsintát. Hát ennek van hagyománya, erre szoktunk rá, meg ez alakult ki az ő konyhájukban, amit leggyorsabban, meg legkevesebb idő, erő és pénzbefektetése elő lehet állítani, viszont ehhez képest meg annyira zabálja mindenki, hogy el lehet adni. Hát mindenki így látta régebben, hogy ez volt, hát akkor ez volt. Ne, szerintem könnyű előállítani, a tárolás az tulajdonképpen nem kell, mert mindegyiket felfalják. A lángos az azt gondolom, hogy azért részben, mert viszonylag egyszerűbb elkészíteni, tehát ugye azt nem kell hozzá sok alapanyag, ki lehet sütni egy serpenyőben, egy olajban. Mind a lángos, mind a palacsinta, mind pedig a kukorica az olyan, amit így lehet egyszerre 50 emberre elkészíteni, vagy hogy így folyamatosan is lehet csinálni. Most lényegében semmi olyan extra dolog nem kell hozzá, kivéve a hackhez, most az kellett evőeszköz, de a többit azt úgy nagyjából viszonylag könnyen el lehet fogyasztani. Mert ezek a legjobb kaják. Ki akarna enni egy, mit tudom én, pizzát, mikor van lángos? Hát én biztos, hogy nem. Én nem is inkább a mit, hanem a hogyan. Hát nem tudom, hogy gulyásleves, vagy bableves ilyenek vannak-e, meg pogácsával, bableves pogácsával. Olyan opcióknak örülnék, amelyek nem tömnek halál, tehát jól lakom velük, de nem tömnek halálra, tehát nem az érzésem van, hogy bakker, mennyi zsíros szartam te magamba. A gyümölcssalátának nagyon-nagyon örülnék. Hát szerintem még az ilyen gyümölcs, minek ilyen smoothie-kat, az például az ebbe a kategóriába tartozhatna most? Bármit mondhat. Mert az egyébként nyáron a melegben ilyen tök jó dolog lehetne, szerintem. Mindig csak ilyen
ratyi innivalók vannak, ilyen nagyon basic-ek. Én meg néha innék egy jó kis koktélt a strandon. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és szerintem, ha tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel a Szerinted csatornára, meg a videósokra is. Írjátok meg kommentben, hogy melyik volt a kedvenc strandos kajátok, és gyertek vissza legközelebb is. Sziasztok!